Szorgalmasan tanulnak a ludasi szalai lányok. Szüleik és nagyszüleik mindent megtesznek azért, hogy szép és kellemes környezetben éljenek. A szülőnek még ha kevés idejük is jut a lányokra hétközben, a hétvégén bepótolják az elveszett időt. Amit tudunk, a hétvégéket, a szabadidőt, amikor a gyerekek is itthon vannak, akkor elmegyünk kirándulni, vagy a ludasítóra, nagyon szeretnek a lányok horgászni, úgyhogy ilyen helyekre megyünk, ahol nem kell annyira nem kerül sok pénzbe az, hogy együtt legyünk, és hogy jól érezzük magunkat. A Magyar Nemzeti Tanács a lányok magyar iskolába való iratását is támogatja, valamint tankönyvekkel is ellátja őket. Segítünk egymáson. Mondja a ludasi Engi Diana, akinek két kislánya van. A háztartásban összesen heten élnek. Bár nem mindig könnyű a megélhetés, egymás kisegítésével sok nehézségen át tudnak lépni. Családda, egymásra támaszkodunk, és akkor kihúzzuk valahogy az, hogy munkanélküliek vagyunk. De hát egymásra támaszkodunk, és akkor sikeresen még bírjuk. Jóhorti Lívia, Siflis Zoltán és Dudás Károly a körúton elmondták, személyesen is ismerik sok ludasi családtagjait, és hogy jó olyan házakba betoppanni, ahol bíznak a jövőben, hiszen tele van a ház kisgyerekekkel. Arról is beszélünk, hogyha kicsit megerősödik a gazdaságunk, hiszen a magyar kormány által nyújtott támogatások a jövőben hitünk szerint kiterjednek majd a gazdasági, a kisvállalkozások, középvállalkozások támogatására is. A magyar összefogás jelöltjei azt is megemlítették, hogy Ludason szinte nem is kell arról beszélni, mit terveznek, illetve mit tettek eddig az ementén keresztül. Az emberek mindezt tudják.